Karanténhelyzet új kezdeményezések és ötletek megszületésére sarkalta a művelődési szakembereket. Így született meg annak a zenei versengésnek az ötlete is, mely normál esetben Békés Csabán vagy Pápán zajlana, és amire ebben az esztendőben is pályázhatott volna a Tücsök zenés színpad. Csak hát a vírus közbeszólt, így online zenei vetélkedővé változott a rendezvény. Gyakorlatilag meghívásos alapon megy, tehát be kell küldeni egy referencianyagot, és sokáig voltunk minden áldott évben, mindig nyertünk valami dobogós helyek, szólisták, stb. Tehát mindig volt valami nyeremény, és nagyon szerettünk járni erre a fesztiválra. Mostanában, amikor a nagy csoport ugye kiment, utána már nem nagyon tudtunk olyan gyorsan összeállni, komplet műsorokat csinálni, zenés darabokat, ezért aztán inkább szólistákat vittem ezekre a versenyekre, illetve nem is nagyon tudtunk menni, mert a Helikoni Összművészeti Fesztivállal mindig ütközött az ő időpontjuk. És tavaly előtt voltunk utoljára, idén megint megkerestek, hogy ugye mehetünk. Hogyne? Mikor lesz? Hát áttettük erre a hétvégére, mondták ezt januárban. Helikon, kezdhet. Nem tudunk menni. És erre másfél hete jött egy levél, hogy úgy döntöttek, hogy megcsinálják online a versenyt, benevezünk-e. Hirtelenében, hát most hogyan, milyen anyaggal, és akkor mondták, hogy 3 évnél nem régebbi anyagot szívesen fogadnak bárkitől, és gyakorlatilag föl kell tölteni az anyagot, letöltik, és utána úgy, mintha színházban ülnénk, folyamatosan mennek a darabok. A 2017-es év végén a Tücsök egy musicalekből álló estet rakott össze, ennek felvételével indult a versenyen az együttes. Kivágtuk belőle a szövegrészeket, mondtam, hogy hát ez sajnos a 60 perces műsor összeállításban nem fér be. Ó, leadják akkor is, hogyha több. Így sikerült föltölteni a 2 órás anyagot, és már eleve úgy voltunk feltüntetve a szkercós meghívóban, amit szintén online mindenkinek ugye kiküldtek, és úgy voltunk feltüntetve egy meglepetés műsor, a Békés Csabai házigazda is, meg mi is. Ez volt vasárnap délután, voltak szólisták is, szólóban nem indítottam senkit, tehát nem volt olyan felvétel, amit elküldhettem volna. Meg hát nagyon rövid volt az idő, pár nap. Pár nap alatt kellett eldönteni, hogy akkor mit küldesz, hogy vágod össze, stb. Tehát nagyon kevés volt az idő. És hát nagy, itt tulajdonképpen ugyanolyan izgalommal ültünk itthon, megmondom őszintén, mintha ott ültem volna a székbe, és tudom azt, hogy mindenki eleve olyat küld, ami biztos, hogy nem nagy bukta, vagy valami, de akkor is izgultunk, és egymásért izgultunk végig, és vasárnap alig vártuk, hogy az a DVD, ami egyébként itthon van, és hogy én azt megnézem utána, mert egészen más, hogy regisztrált 800 ember, regisztrálni kellett ugye erre a Facebook felületre, és 800 ember regisztrált, és az most mind látja. Nagy izgalomra nem volt ok, a Tücsök zenés színpad arany minősítést nyert az online fesztiválon. 4-5 hétig kajánk lesz, addig semmi stressz, csak az illat csábít, kábít, sajtok és szalonnák. A gyerekek a jelen körülmények között is felkészülési szakaszban vannak, hiszen készül a következő CD-lemez. Én egy hetet adtam a gyerekeknek, hogy álljanak át arra, hogy az iskolába az oktatás online megy, mondtam, akkor most jön a Tücsök online. Úgyhogy beindítottuk, hát egyrészt videócseten a kisebb csoportok, mert 3 csoporton van tudott. És a legkisebbekkel kedden próbálok, és pénteket meg beosztottuk a középső csoporttal meg a nagyokkal. És hát nem mondom, hogy szuper jó a minősége egy ilyen kapcsolatnak, de most már Skype-on is vagyunk, és azért egyszer, amikor 8-10 főt látok itt a Skype-on,
meg beugrik egy kutya a képbe innen, meg anyuka bejön pakolni a ruhát a szekrénybe, és nem veszi észre, hogy a gyerek az éppen órán van nálam. Jót nevetünk, hogy jaj, szia Éva, bocsánat, már ki is mentem. Hát figyeljetek, ez a lényege az egésznek tulajdonképpen, hogy otthonról zajlik minden. Idén vagyunk 25 évesek, és soha nem tudjuk elfelejteni ezt az évfordulót, hogy most jubilálnánk, vagy jubilálunk, mert azért abban reménykedünk, hogy lesz valami jubilálói rendezvényünk, hogy évvégén vagy őszre már talán rendeződik a dolog. De az az igazság, hogy elmaradt egy csomó koncert, egy csomó fellépés, minden, ami bevételt is jelenthetett volna az együttesnek, ami esetleg hát ahhoz segített volna hozzá, hogy mondjuk a CD felvételünket kiadjuk, mert erre készültünk idén, vagy készülünk tavaly óta, vagy most már másfél éve, hogy Jancsinak a harmadik lemezét megjelentessük, ugye kettő lemezünk van eddig, és húzódott most évek óta már az egész dolog. Most megtanulták a gyerekek, ki vannak osztva a számok, mindenki átolcettig tanulja a sajátját, ez nagyon fontos legyen. Ezeket csináljuk most. Októberben lenne a lemezbemutató koncertünk. Hát ha nem sikerülne fölénekelni addig, akkor is megtartjuk. Már lehet közönséghez menni, közönség elé menni. Hogy mikor lesz újra koncertje a Tücsöknek, egyelőre nem tudni, de abban mindenki bizakodik, hogy ez az év sem telik el egy újabb bemutató nélkül, melyen várhatóan az elmúlt évekhez hasonlóan ismét teltház lesz. És amíg érzőbbé nem felejted, hajd luxusba hoztál, nincs kiveszel.